sporteszköz vásárlási utalvány képében. Hát már csak ezért is érdemes egy kicsit még ráhúzni, beletenni a közösbe. Bár a reggeli órákban még kevesebben húzták fel a futócipőt, délutánra már folyamatosan érkeztek kucogni a Halesz futópályájára. Szombaton 9 és 17 óra között mérték a megtett kilométereket. Az Aktív Magyarország Kormánybiztosság támogatásával és a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének szakmai közreműködésével 2020 óta 15 futópályát adtak át hazánkban. Ezeken a településeken hirdették meg a Futókörök Napja országos kezdeményezést. A verseny nem az egyéni indulók, hanem a programban résztvevő települések között zajlott. Klélia két kellemes kört tett meg, mint mondja, ez számára egy edzésforma, hiszen terepfutóként rendszeres résztvevője különböző versenyeknek. Úgy gondolom, hogy ez egy jó cél, és hogyha már kijöttem futni, akkor miért ne támogatnám ezt a szervezetet, úgyhogy mindenki jöjjön ki futni. A legtöbb kilométert összegyűjtő település 250 ezer, a második 150 ezer, a harmadik 100 ezer forint díjazásban részesült, melyet jótékony célra kell felajánlaniuk. Helyszínenként a három legtöbbet futó résztvevőt is díjazták, és szintén helyszínenként folyamatosan értékes ajándékokat sorsoltak a résztvevők között. A futók között az első, a második és a harmadik városonként, de azon belül is itt az első, második, harmadik díjazott, 10, 15, illetve 25 ezer forintos sportutalványt kap ajándékba, megbecsülésünkért, hogy az egészség megőrzésért példát mutatva köröket futnak itt a Halesz Parkban. A Futókörök Napjának legfontosabb célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése volt. A városok versenyét idén is Dabas nyerte meg, 4845 kilométerrel, Fehérváron összesen 786 kilométert tettek meg a futók.